Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki most itt van velünk, hogy olvassuk együtt a Bibliát. Nagyon örülök, hogy együtt lehetek veletek. A Genezáreti tenger, ahogy Izraelbe hívják, az egy nagy, hatalmas tó, nagyon mély. Amikor ott jártam, akkor azt mondta nekem az idegenvezető, hogy 200 méternél is jóval mélyebb, és egy nagyon veszélyes tó vagy tenger, kinek hogy tetszik, úgy mondja. Mégpedig azért veszélyes, mert amikor jön a vihar, az nagyon hirtelen jön, és felkavarja a hatalmas mélységből a vizeket, és olyan magas hullámok vannak a vihar idején, hogy több emeletes ház nagyságú. A Genezáret tavon egyébként sokan szoktak csónakázni, bárkákkal menni, és nagyon jól lehet ott halászni, nagy halakat lehet fogni. Jézus is a Genezáret partján nagyon sokszor ott volt, és az emberek oda gyűltek, és sokszor beszállt egy hajóba, vagy Péterébe, Simonéba, vagy máséba, és akkor kicsit beljebb a parttól prédikált az Isten országára tartozó dolgokra, mutatott rá, hogy az emberek eljuthatnak a mennyei atyához, az emberek üdvözülhetnek. És most is ott volt a tömeg, és amikor Jézus látta, hogy milyen sok ember volt, sok beteget meggyógyított, akkor a nehéz szolgálat után azt mondta a tanítványoknak, hogy menjünk át a túlsó partra. Ő beszállt a hajóba, és utána pedig nézte, ahogyan beszállnak a hajóba a tanítványok szépen egymás után. Jézus tudta, hogy miért pont akkor kéri a tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, és menjenek át a túlsó partra. Mert ugye Jézus prédikált a tömegnek, és látta, hogy az emberek mennyire ki vannak éhezve a lelki dolgokra, Isten igazságára, Isten szeretetére, hogy mennyi elgyötört ember van, akik vonszolták maguk után a béna, vak, leprás hozzátartozóikat, bár a leprásokat nem lehetett tömegbe vinni, de ahol Jézus ott volt, ott a szenvedők mindig megjelentek, és Jézus mindenkin segített, aki hozzáment. Minden tanítvány beszállt a hajóba, Jézus pedig nagyon fáradt volt ezután a nagy egész napi szolgálat után, a forróság után, egész nap csak tanította az embereket, és imádkozott értük, szolgált nekik. És szépen elindultak a hajóval. Az egyik tanítvány meglökte a másikat, és azt mondta neki, de szép napunk van. Jézus is velünk van. Semmi bajunk nem lehet. És ahogy a tenger közepére értek, hatalmas nagy széltámad, és óriási nagy hullámok keletkeztek, több emeletes ház nagyságú, olyan nagy, hogy az árbócon is átcsapott a hullám, képzeljétek el, és borzasztóan megijedtek a tanítványok. Jézus pedig a hajó orrába egy vánkuson, tudjátok mi a vánkus, a párna, egy nagy párnán aludt,
és nem vette észre a hullámokat, legalábbis azt hitték a tanítványok, mert Jézus mindent tud, Jézus mindent lát, és Jézus előre tudta, hogy lesz vihar a tengeren, és ebbe a viharba akarta bevinni a tanítványokat, hogy tanítsa őket a hitben való járásra, az ő benne való bizalomba, az Istenbe és az ő egyszülött fiába való bizalomra. Az egyik tanítvány azt gondolta magában, ha én tudtam volna előre, hogy ekkora vihar lesz, akkor én nem szállok be ebbe a hajóba, még akkor se, ha az Úr Jézus mondja. Hát most is, mit csinál Jézus? Alszik. Jó, hogy elfáradt, na de ekkora viharban, hát nem törődik velünk. Hát én halászember vagyok, gondolta magába. Értek is a hajózáshoz, de nem tudok semmit tenni. Egy másik fogott egy nagy korsót, amiben vizet tartottak, hogy a nagy melegben a megszomjaznak, tudjanak inni, meg magukat egy kicsit hűsíteni, próbálta kimerni a vizet. De hát sokkal több csapódott be a hatalmas hullámokkal, mint amit ő ki tudott merni ebből a hajóból. Miért alszik Jézus? Hát nem veszi észre, hogy bajban vagyunk, el fogunk veszni, hát minden veszve van. Hát már mindent kivitt a hullám a hajóból, már megtelt, már mindjárt elsüllyedünk, az életünk van veszélybe. Kiabáltak, és azt mondták, most oda megyek, és én fölrázom Jézust, és szólok neki, hogy vegye már észre, hogy elpusztulunk. Ő ezt hogy engedheti meg, hogy mi elpusztulunk? Oda mentek és könyörögtek neki. Ments meg minket, Uram, a nagy viharban. Akkor a hangzavar és kiabálás volt. Mindenki kiabált valamit. Uram, ments meg! Uram, elsüllyedünk! Már nem kapok levegőt, mindjárt megfulladok. És rosszakat gondoltak az Úr Jézusról. Nem törődsz velünk, segíts rajtunk, tégy már valamit, kiabálták. Már mi mindent megtettünk. A félelem és a rettegéstől háborgó emberek kiabáló tanítványok vették Jézus körül. És akkor Jézus először hajóban lévőket csendesítette le. Így szólt hozzájuk, mit féltek ti kicsiny hitűek? A hitüket akarta az Úr Jézus erősíteni, a bizalmukat, mert az Úr tudta, hogy milyen ingatagok, hogy egy kis vihar, egy kis szél már is bizonytalanná teszi őket az Isten iránti szeretetbe, bizalomba. Jézus tudta, hogy a vihar értük van, a tanítványokért, és nem ellenük. Kis testvéreim, vajon ti mit szoktatok tenni, amikor valami baj ér benneteket, vagy veszedelembe vagytok? Vagy valami olyan történik, ami nagyon kellemetlen. Kiabáltok? Ordibáltok? Segítségért kiabáltok? Mit tud ilyenkor tenni az ember? Láttam már olyan kisfiút is, aki ökölbe szorította a kezét, és neki ment a másiknak, hogy megüsse, mert a feszültséget csak így tudta magából levezetni. De ez nem volt megoldás. És amikor betegek vagyunk, vagy valaki más beteg, akkor mi hova szoktunk fordulni? Nagyon elkeseredünk, sírunk, sajnáljuk magunkat és másokat, a fájdalmunkba esetleg ordítunk is. Én tudjátok, hogy mit szoktam csinálni ilyenkor? Az Úr Jézushoz fordulok,
Soha nem azt kérdezem, hogy miért vagyok beteg, miért vannak fájdalmaim, miért van kevés pénzem, hogy ezt vagy azt nem tudok megvenni, vagy nekem miért nincs olyan, mint a másiknak. Én olyankor imádkozni szoktam. Én bízok az Úr Jézus Krisztusba, hogy ő meghallja az imádságot. Sőt, még mielőtt elkezdek imádkozni, már akkor is tudja, hogy miért is történt velem az a baj. Azért, hogy megerősítsen a benne való hitben és bizalomban, hogy ne azért szeressem az Úr Jézust, mert szép ruhát kaptam, hogy ne azért szeressem az Úr Jézust, mert nagyon finom csokoládét és süteményt kaptam, hanem önmagáért, mert Jézus úgy szeretett, hogy az életét adta értem. Tudjátok, az Úr Jézus értette a tanítványokat, és azt is, hogy nagyon kétségbe vannak esve. És miután lecsendesedtek, mert először az Úr Jézus a szívünket csendesíti le, hogy el tudjuk fogadni, ahogyan ő cselekszik, hogy ne zúgolódjunk, ahogy itt a tanítványok szemrehányták, hogy ő miért is arszik. És miután a tanítványok lecsendesedtek, akkor Jézus elfordult a tanítványoktól, a hajó órába kinyújtotta a kezét, és parancsolt a szeleknek és a tengernek. És amikor Jézus parancsolt, megdorgálta a vihart, akkor egyszer csak nagy csend lett. A hullámok kisimultak, csend lett a hajóba, a szívekbe, békesség uralt mindent. Mert ahol az Úr Jézus Krisztus parancsol, ott minden rossznak el kell távozni, ott béke lesz a családunkba, béke lesz az otthonunkba, a barátaink között, de a szívünkben leginkább. És tudjátok, ahol háború van, és ha imádkozunk, és kérjük őt a békesség fejedelmét, ővé minden hatalom, hogy a háborút is megszüntesse, és békét adjon. Most Izraelben nagyon rossz háború van, az embereket bántják, de imádkozunk azért, hogy az Úr adjon Izraelnek békességet. Az emberek pedig elcsodálkoztak, ki lehet ez Jézus, hogy a tenger, a vihar, a szél engednek neki. Az egész szívüket betöltötte a csodálat és a hála, és megváltozott a gondolkodásuk, mégpedig Jézusról, mert megerősödött a hitük, és csodálatos módon mindent értettek. Azt is, hogy miattuk volt a vihar. Örömmel mondták el mindenkinek, Jézus az Isten fia, övé a hatalom, és a dicsőség menjen is földön. A tanítványok leborulva imádták őt. Tudod te is, hogy Jézusé a hatalom, hogy ő mindenek felett uralkodik, a természeti erők felett is, de az ember szíve felett is. Csodálatos dolog, hogy ővé minden dicsőség, ezért mi is adjunk hálát, hogy hozzá mehetünk, és ő mindenben meghallgat és megáld minket.